egy kérdésem lenne. Végeredményben arról volt szó, hogy 20 milliárd dollár volt a államadósság a rendszerváltáskor. Fölmerül a kérdés, mire költöttük a pénzt? Hát ott van Paks. Paks most 10 milliárd euró, tehát 12 milliárd euróként szerepelt ott Paks. Ott volt, amit vízrevalónak elittunk, 3000 milliárd, tehát gyakorlatilag 3 milliárd euró Bős Nagymaros, az olajipar, és így tovább. Tehát gyakorlatilag volt 20 milliárd államadósságunk, és volt 100 milliárd állami vagyonunk a rendszerváltáskor. Most van 100 milliárd adósságunk, de nem biztos, hogy van 20 milliárd állami vagyonunk. Ezt kérdezem, hogy ez hogyan.